A mai videóban azt nézzük meg, hogy milyen tünetei vannak az EPE-sav hiánynak, és hogy milyen esetekben ajánlott EPE-savat pótolni EPE-sav tartalmú készítményekkel. Szeretettel köszöntök mindenkit! A májuk egyik fő feladata az EPE termelés, ami az EPE hólyagba kerül át, az EPE tartalmazza az EPE-savakat, melynek 6 igen fontos feladata van a szervezetünkben. Először is segíti a zsírok felszívódását, sőt nem csak hogy segíti, de nagyon sok fajta zsírsav esetén szükségszerű ahhoz, hogy az adott zsírsav hasznosuljon az ételekből. Elengedhetetlen a zsírban oldódó tápanyagok beépüléséhez, ugye nem csak a vitaminok, de például az omega-3 vagy a karotinoidok ételekből történő kinyeréséhez is szükség van rá. Az EPE-sav a vékonybél fő fertőtlenítője, antibakteriális hatású. Ugye a vékonybélben nem szabad, hogy túl sok baktérium legyen, a vastagbélben a helyük, mert ha a vékonybélben elszaporodnak, eleszik lényegében előlünk a tápanyagokat, ezáltal soha nem lakunk jól, rendesen. Az EPE-savnak fontos szerepe van a koleszterin szabályozásában, tehát ha például túl sok koleszterin termelődik, vagy túl sok koleszterint viszünk be az ételekkel, a felesleg az EPE-sav segítségével ürül. Az EPE-sav elősegíti a méreganyagok távozását, a nehéz fémek és az ételekkel bevitt permetszerek eltávolításában kulcs szerepe van. Tehát ha alacsony a szintje, az hosszú távon a méreganyagok felhalmozódásához is vezethet. Jelentős a szerep az immunrendszer működésében, ugyanis lebontja a vírusok, kórokozók, például az influenza vírus vagy a herpes vírus zsírt tartalmazó vázát, így az immunsejteknek könnyebb lesz a dolga, könnyebben semmisítik meg őket. A fentiekből következtethetünk az EPE-sav hiány tüneteire, tehát ha az alábbiak közül több is jelen van nálunk, nagy az esély rá, hogy kevés az EPE-savunk, így érdemes az étrendkiegészítőkkel történő pótlásban gondolkodni. A gyakori bélgázok, puffadások jelzik a kevés EPE-savat, mert valószínűleg elszaporodtak a baktériumok a vékonybélben. Ugye ennek az állapotnak a későbbi fázisa a síbó. Ha romlik a látásunk, gondolhatunk a kevés EPE problémára is, mert mind az A-vitamin, mind a lutein vagy a zeaxantin hasznosulásához ugye elengedhetetlen. Az A-vitamin, a karotinoidok, a D-vitamin és egyes zsírsavak is létfontosságúak a bőrünk számára, ezért ha romlást tapasztalunk a bőrünk állapotában, például szárazságot, bőrgyulladást, az lehetséges, hogy egy EPE-sav hiányos állapot is egyben. A gyakori herpes szintén összefügg a kevés EPE-savval, ugye említettem korábban, hogy fontos szerepe van a vírusoknak a meggyengítésében. Ha nem érezzük magunkat jól lakottnak étkezés után, ugye nem csak inzulinrezisztencia lehet a háttérben, de az is esélyes, hogy a zsírban oldódó tápanyagok nem tudtak megfelelően hasznosulni az ételekből, mert ilyen nincs elegendő EPE-savunk, így a sejtek éheznek. A székrekedés nagy eséllyel összefügghet az EPE-sav hiánya, mivel ha nincs jelen a vékonybélben, nem tudja sikosítani a vékonybelet, így az ételek sokkal nehezebben haladnak át a bélcsatornán. Mivel az EPE-sav és a koleszterin működése szoros kapcsolatban van egymással, alacsony EPE-sav szint esetén a koleszterin szintük általában megemelkedik. Tehát ha magas koleszterin értékeket mutat a vérkép, szintén esélyes, hogy kevés az EPE-savunk. Az EPE-kövek is azért alakulnak ki, mert nincs elegendő EPE-savunk. Az EPE-sav felszabadulását a májból leginkább a telített zsírsavak serkentik, így az EPE-kövek kialakulásának legfőbb oka a kevés állati zsír bevitele, tehát a zsíros húsok, a zsíros tejtermékek, vagy a tojás hiánya a táplálkozásunkban. Nem csak az eddig felsorolt állapotok jelzik a kevés EPE-savat a szervezetünkben, de sok egyéb tünet, illetve a betegség is összefügghet közvetlenül vagy közvetetten az EPE-sav hiányával. Például a pikkelysömör, de az ekcéma és egyéb bőrgyulladásos, allergiás bőrprobléma is kapcsolódik az EPE-sav hiányhoz, mivel ezen bőrproblémák kialakulását jellemzően megelőzi az áteresztő bélszindróma, mely kialakulásában a vékonybélben elszaporodó baktériumoknak jelentős a szerepe. Bélgyulladásos betegségek, mint az IBS, Crohn vagy a colitis nagy segítség lehet az EPE-sav pótlás. Ha antibiotikumot szedünk hosszabb ideig,
gondok lehetnek az epesav mennyiségével, mivel a bélbaktériumaink felelnek az epesav újrahasznosításáért. Ezért ha az antibiotikum ugye lepusztította őket, nincsenek kellő számban jelen, így az epesav nem hasznosul újra, így fokozatosan csökkenhet a szintje. Tehát leromlott bélflóránál is van értelme epesavat pótolni készítményekkel. Ha le van gyengülve, vagy el van zsírosodva a máj, szintén célszerű az epesav pótlása étrendkiegészítővel, mivel ugye a máj állítja elő, tehát ha nem működik megfelelő hatékonysággal a máj, nehezen vagy egyáltalán nem tud epesavat előállítani. Természetesen, ha eltávolították az epehólyagot, állandó az epesav hiány, így célszerű rendszeresen pótolni. Ha epés refluxunk van, bármennyire is furcsának tűnhet elsőre, de az epesav pótlása készítményekkel ezen az állapoton is segíthet. Ugye, ha epés refluxunk van, azt gondolhatnánk, hogy sok az epesavunk, mire felpótolni még ugye pluszban. A rossz epe működés, melynek oka lehet például a sok ülőmunka és a késő esti étkezések, egy blokkot okoz a vékony bélnél, amitől nem tud az étel lefele haladni a bélcsatornában. Epesav a pótlásával az epeülülés ugye rendszeres lesz, valamint beindítja a vékony bél működését is, így megszünteti ezt az irritációt és a blokkoló folyamatot, amitől az étel fel tudott jutni, és reflux-szerű tüneteket eredményezett. Az epesav étrendkiegészítővel történő pótlásával javíthatunk az epesav áramlásán, így helyreállhat a rend az emésztőrendszerünk felső és középső szakaszán. És végezetül a pajzsmirigy alulműködés állhat még összefüggésben a kevés epesavval, ugyanis a T4 pajzsmirigy hormonok T3-má alakításához szükség van az epesavra is. Ezért van az, hogy sokan, akiknek eltávolítják az epéjét, később pajzsmirigy problémákkal küzdködnek. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedvel és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!